600 beknit készített a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete a Sóstói Múzeum falu Magyarok kenyere rendezvényére. A vekniket az érdeklődők kapták. A szombati eseményen többek között kenyérsütéssel és az új kenyér megáldásával, szelésével ünnepeltek. Az Agrárkamara megyei igazgatója azt mondta televíziónknak, adománygyűjtésükhöz a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek mindig csatlakoznak. A gazdák évről évre nagyon mennyiségű búzát ajánlanak fel a rászoruló gyermekek számára. A megyében már az eddig is több felajánlás érkezett a határon belüli és határon túli gazdálkodók részéről. Első évben 6 tonnát, tavaly évben 18 tonnát, az idei évben már eddig 22 tonnát ajánlottak fel, és tovább várjuk a gyermekek világnapja szeptemberi zárási időpontig, osztási időpontig a felajánlásokat. Tehát egyre ismertebb, egyre elismertebb, és egyre több jószívű gazda felajánlását fogadjuk. Szlovákiából a felvidéki rész és a szatmárnémeti térségében élő kis gazdák is ajánlottak fel erre a jótékony szelvicélre a terményeikből. A múzeum faluban egy udvari és egy beltéri kemencében is sütöttek kenyeret. A szervezők fontosnak tartják, hogy a fiatalabb generációk is megismerkedjenek a kenyer hagyományos készítésével, így jobban tudják majd értékelni az egyik legalapvetőbb élelmiszerünket. A Sóstói Múzeum faluban már évek óta rendszeresen megtartjuk az augusztus 20-i ünnepséget, és hát igazából a múzeum falu miután a hagyományos paraszti kultúrát mutatja be, illetve nem csak a népi építészeti vonatkozásban, hanem a hozzá kapcsolódó szokásokat is, a régi életmódhoz kapcsolódó szokásokat, és hát az aratás van, amikor nagyon nagy ünnep volt a falusi emberek életében, hiszen az aratás végén a kenyérnek való gaponát aratták le, és hát ez azért fontos, mert akkor mindenki saját magának termelte meg, és kénytelen volt megtermelni a gabonát, és a mai világunktól ez már teljesen távol van, és a mai generációk ezt már nem ismerik, hogy hogyan lesz a learatott búzából kenyér. Az ünnepség végén az elkészült kenyereket megáldották, a felszeletelt darabokat pedig szétosztották a látogatók között.